A kerékpározás mellett a legfenntarthatóbb közlekedési mód az a tömegközlekedés. A Volánbusz erre is gondolt Budakeszi és Budaörs vonzás körzetébe 40 darab elektromos autóbuszt fognak forgalomba állítani. Az év elején több nézőnknek is feltűnt, hogy a 188-as járaton lehet látni elektromos buszt. Mik a tapasztalatok Budaörsen és Budakeszin, a környéken? Tud-e olyan üzembiztos lenni, mint mondjuk az Aero6-os társai? És vezetés szempontból mit érzékel? Nem 4 darab autóbusz tesztelünk pillanatnyilag folyamatosan a dél-budai régióban, illetve a 22-es autóbusz családon. Felváltva több vonalon közlekedhetjük, hogy gyűjtsük a tapasztalatokat. Az autóbuszok nagyon megbízhatóak, teljesen más technika, mint a dízel. Másképp kell vezetni, másképp kell utántölteni. Nagyon kedvezek a tapasztalatok, nagyon jók a fogyasztási értékek. Soknak feltűnt a változás, hogy ez egy csendesebb busz, mint a társai? Néhány utasnak föltűnt, érdekes módon sokaknak föl se tűnik, megszokták, hogy jön egy kékszínű autóbusz, felszállnak, utaznak rajta, de aki észrevette, mindenki olyan pozitívan, hogy milyen csöndes, hú de szép, új, jól lehet valahogy nyugodtan utazni, nincs rezonancia. Ön oktatja a többi buszsofőrt erre a buszra, hogy hogyan kell vezetni, mik a különbségek egyébként a dízeles társakhoz képest? Magasabban a súlypontja, mert az akkumulátorok egy része a tetőn lett elhelyezve, erre figyelni kell, viszont korszerű futóművel van felszerelve, ami egy aktív lengésépítőket és erősített légrózást tartalmaz, ami ezt igyekszik ellensúlyozni. Tehát annyiban más a vezetés technikája, hogy az akkumulátorok egy része a tetőn lett elhelyezve, és ez jelentős súlytöblet, és ezért jobban oda kell figyelni. A futómű egy erősített futómű, erősebb légrugókkal, aktív lengésfitókkal, amik próbálják ezt a billegést ellensúlyozni eléggé hatásosan. Tehát jó élmény vezetni, de azért tudni kell, hogy ez egy másik fajta jármű. Budakeszi, Török Bálint, Budaörs vonatkozásában, hogy az útvonalakat tekintve felberült bármiféle különbség vagy tapasztalat, hogy bírják ezek az elektromos buszok az emelkedőket, amik itt vannak? Az emelkedőt kifejezetten jobban bírják, mint a dízelbuszok, mert a nyomaték az folyamatosan rendelkezésre áll. Tehát azt lehet mondani, hogy teljes utas kihasználása mellett is ugyanolyan gyorsulást tud majdnem produkálni, mint üresen. És az akkumulátorok egyébként, hogy igen, azt ön is említette, hogy a tetőn lettek elhelyezve, egy részük, hogy akkor gyakorlatilag az utastérből nem veszel teret. Az utastérben nem veszel teret, mert az autóbusznak a bal hátuljában, ahol egyébként a normál esetben a dízelmotor és a váltó, ott van az akkumulátorok egy része, ami ugyanolyan súlyt képvisel, mint a motor és a váltó, és a maradék lett csak a tetőre elhelyezve. A Volánbusz azt említette, hogy Budapest vonzás körzetében 40 ilyen autóbuszt fognak forgalomba állítani. Ugyanezek a típusok lesznek? Tehát ez bevált? Már ez jól működik? Mi ezt a típust vettük, ebből vettünk 40 darabot. Hát a beválás az folyamatban van, de nagyon komoly technika, a Mercedes, úgyhogy sok gond nem lesz vele szerintem. Eddig hány kilométert tettek bele a buszokba? Változó. A rendezvények alatt, amiken először szerepeltek ezek az autóbuszok, akkor ilyen 4-5-6 ezer kilométereket mentünk vele általában. Most már 10-15 ezer kilométerre járnak a tesztbuszok. Fontos kérdés a hang. Azért lehet hallani esti órákban, hogyha a városba elhalad a főúton egy busz, hogy ez jár-e valamilyen hanghatással? Tehát az autóbusz ez sokkal halkabb, mint a dízeltársai, ezért nyugodtabb környezetet tud biztosítani itt a lakókörnyezetben. Viszont némi balesetveszélyt is hordoz magában, a végállásokon a buszvezetőknek jobban oda kell figyelni, mert az utasok figyelmetlenül néha lelépnek a járdáról, ezt még nekik is szokni kell, nekünk is szokni kell. Tapasztalt buszvezetők járnak vele, akik jobban odafigyelnek, és akkor a kollégák már tőlük majd át tudják venni a tapasztalatokat. Kifejezetten ebbe a térségbe tervezték ezeket a buszokat. Egyrészt, mert hogy itt vannak természeti értékek, másrészt pedig hát a zajhatás az emetes miatt az így elég nagy. Tud számítani, hogy ezek az elektromos buszok halkabbak. Igen, jelentős zajhatástól kimérik meg a lakosokat.